Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban ezt a Prisa Trapper 95 mm hosszú verzióját fogom nektek egy picit bemutatni. Kés marhabőr erszénytokban érkezik. Nagyon szépen elkészített minőségi darab ez a tok. Erre már azt tudom tényleg mondani, hogy szerintem ez egy minőségi darab. Gyönyörűen van lekezelve. Különösen merevítés nélkül is remekül fogja a kés, tehát teljesen stabilan nem fog előle kiesni a késünk. A rögzítése az a bújtatós és fityegős megoldás. Én ezt szeretem a legjobban használni a késeken, mert gyakorlatilag a maximális hordási lehetőséget teszi lehetővé. Ha így rögzítjük, akkor ugye autóba kiszállásnál, mozgásnál hagy egy némi kis teret a késünknek, ha pedig hagyományos módon föltesszük az övünkre, fityegő nélkül, akkor pedig egy kicsit magasabban hordjuk a kést, szintén stabilan, picit jobban rejtve. A Brisát korábban úgy is ismertük, hogy Enzo. 95-ben alapították ezt a céget, kettő finn férfi alapította ezt a márkát, az egyik egy késkészítő volt, a másikuk egy vadász. Korábban ezt Enzo-ként is ismertük, és pár évvel ezelőtt váltottak nevet Brisára. A Trapper 95 az egyik legrégebbi piacon lévő bushcraft kés, egy mondhatni egy etalon sokak számára. Ez a konkrét darab N690C Openg-ével készült, skandináv leélezéssel, egy zöld canvas mikartával, és van benne egy kis piros fiber. Kés kialakítása full tank, tehát itt a markolat alatt végigfut a pengénk acél folytatólagosan. Egy nagyon kis, stabil, viszonylag kisméretű, de nagyon stabil kés. És azért is gondoltam ezt a kés nektek bemutatni, mert mostanában szoktam ezt a darabot is használni így a nagyobb késeim mellett, és egy nagyon kis, ügyes, jól használható késnek gondolom. Csupán annyi, hogy az én kézméretemhez egy picit már a határán van ez a markolat. Tehát gyakorlatilag, hogyha ráfogok, hogy a kialakítása engedi, akkor már nagyon közel kerül az ujjam az élhez, ami viszont nem probléma, csak így a hasznos tér, a hasznos vágóél az rövidebb lesz, mert itt az ujjam már gátolja a vágást. A késnek van kaparóéle, nagyon jó szerintem. Működik, indítja a szikravetőket is. És a leélezés az skandi. Sokkal inkább ez az eredeti skandi élezés, mint a Morán is láttatok. Ez már megközelítőleg egy igazi skandi élezés, ami mit is jelent? Nem nagyon látni rajta a mikrojelszavra utaló jeleket. Tehát ez egy nagyon jó metszőképességű kés. Gyakorlatilag az első felhasználási területe ennek is az outdoor bushra felhasználás. Ezen túl egyébként ilyen húsvágásra is alkalmas. Mint mondtam a korábbi videómban, a skandináv nem a legjobb konyhai kés megoldás, de egyébként egy 3,5 mm-es vastagságával gyakorlatilag egy használható darab még így is. Ez a kés megkapható még rengetegféle módon. Készítik Elmaxból, készítették D2-ből is. Megkaphatod úgy is, hogy egy saját szetként telállítod magad össze, tehát a markolatot és a pengét külön. Valamint a markolat anyagokban is nagyon nagy variációk vannak. Ugye az egyik tradicionálisabb oldal ez a stabilizált nyír markolat, ami nagyon szép. Alapvetően ez a kés egyébként egy kimondottan északi stílusú, északi hangulatú kés. Ennek ellenére viszont Olaszországban gyártják. Tehát a kés az Finnországban lett tervezve, viszont Olaszországban gyártják. Még a méret kapcsán gyakorlatilag lehet mondani, hogy egy nagyobb méretű picskát tudnék hozzá hasonlítani. Ellenben könnyű, kis kezes, jól kiegészít egy nagyobb kést, mint mondjuk akár ez a A1. Kis ügyes, használható darabnak gondolom. Szóval ennyi lett volna ez a kis rövid videó. Gondoltam, megosztom veletek, mit használok még mostanában, manapság, mi az a többi kés, ami megfordul így nálam.
Nagyon jó árérték arányú, kimondottan jó árú késnek gondolom ezt a brisát. Nagyon gyorsan elérhető, tehát gyakorlatilag rendeléstől 24 órán belül jóformán megkaptuk, még amikor rendeltem. És egy mostani árakhoz képest egy viszonylag töredék áron szintén. Úgyhogy ajánlom nektek, köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, minden jót kívánok, sziasztok!